sziasztok! Elkészült az én napelem projektem is. Ez egy faháznak a tetejére lett felszerelésre kerülve. Itt a fém keret, amit házilag raktam föl. Itt jövök be a faházba. Az érdekessége az a vízcsepegtető rész, mert akkor esik az eső, akkor itt ezen az íven, itt lecsöpög a víz, ezért nem folyik be a faházba. Az magasabban van a bemenete. Látható rendesen. Kettő darab napelemem van összesen. Nagy kihívás volt felszerelni egyébként a faház tetejére. Gumiszigeteléseket használtam, hogy ne folyjon be a víz. Itt van egy vasváz keret. Ezek a keretek, ezek pontosan illeszkedik, ez a keret. Illetve ez a másik napelemhez kerete. Illeszkedik a napelemhez. Itt jönnek be kintről a napelem csatlakozó a kábelek. Innen a kábel csatornába, hatos kábellal megyek tovább. Ugye ide bent a házban már nincs akkora igénynek kitéve vezeték, ezért nincs extra vastagsága, hanem csak sima 600 voltos vezetéket használok. Itt az elosztó panelem, most éppen ugye nappal van és töltés alatt van, egy egyszerű PWM töltésvezérlőm van, 2 darab 100 amperes. Ez a két áramkörös kis megszakító, ez pedig a lakásba való bemenetelnek a biztosítására szolgál. Az olvadó biztosítékok, azok pedig az akkumulátorhoz, illetve a napelemtől jönnek. Mi a lelke az egésznek? A általam forgalmazott kínai inverter. Jelen pillanatban itt egy 24 voltos inverterről van szó, ami 24 voltból csinál 230 voltot. És ami ugye itt a vastag kábelekkel megy le az akkumulátorokkal, amik töltésre kerülnek. Újak meg egyformák, ezért én használok hozzá egy szintén kínai töltés kiegyenlítőt. És a 230-ben hosszabbítóba megy vele. Hosszabbítóból jelen pillanatban leenderjeimnek, ugye, hogyha nagyon fagyos éjszakák vannak, akkor erről a fűtőtestről adom a feszültséget. Ami jelen pillanatban, most ha bekapcsolom, akkor a teljesítményét tekintve 557 wattot fogyaszt. Ilyenkor fél üzemben van, de tudja az 1500 wattot is, hogyha bekapcsolom a hűtőtestnek mind a két ágát. Fűtőtestnek mind a két fűtő bázisa, plusz ugye van egy reflektorunk itt a világításnak. Így most 1452 wattot fogyaszt. Ugye a feszültségek azok rendesen meghúzzák. 1,4 voltot mutat a két akkumulátor. Ezt már egyszer kipróbáltam, így ezzel a teljesítménnyel 30 percen keresztül folyamatosan tudott fűteni, a legnagyobb hideg időkben
de hogyha leveszem a kisebbre, ugye a fűtőtestnek a teljesítményét, akkor akár 2 órán keresztül is simán működik ezekről az akkumulátorokról a rendszer. A legnagyobb fagyokat így át tudjuk vészelni a virágjaimmal, és tappal megy az utántöltés. Ja, és ezt mind nektek köszönhetem, mert azért sok-sok ötletet tőletek kaptam.